A vitaminok nélkülözhetetlenek szervezetünk számára. Előállítani azonban nem tudjuk őket, így táplálékkal vagy táplálékkiegészítők formájában kell bevinni azokat. Szalai Anna Mária gyógyszerészt kérdezzük, mit tanácsol nézőinknek a vitaminbevitel pótlására. Mai vendégünk dr. Szalai Anna Mária szakgyógyszerész. Üdvözlöm, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió nézőit, és köszönöm, hogy ismét itt lehetek. Jócskán benne vagyunk a téli időjárásba, így február végéhez közeledünk már lassan, és ilyenkor a napsütéses órák hiánya is befolyásolja azt, hogy a szervezetünk, az immunrendszerünk milyen egészségnek örvend. Összességében ön mit javasol, mire kell ilyenkor odafigyelnünk a téli időszakban? Valóban a téli időszak végénél tartunk, és tulajdonképpen a óvodákban, iskolákban és a farsangi szezon érkezett el, ami azt gondolom, hogy valóban a tél búcsúztatásnak az ideje, és azért, ha megfigyeljük, 4 órakor még nincs sötét, és gyakorlatilag egyre jobban kitolódik a világosban eltölthető óráknak a száma. Azonban a szervezetünk ilyenkor amúgy is már elfáradt, tehát az ősz és a tél, és a különböző szervezetet fertőző ágensek kapcsán, tehát ilyenkor mindenképpen egy legyengültebb állapotba kerül, úgyhogy ilyenkor talán különösebben oda kell figyelni a pihenésre, a minél jobban összehangolt táplálékbevitele, tehát itt arra gondolok, hogy minél változatosabban kellene étkeznünk, és tulajdonképpen azokat a korai zöldségféléket, amelyek azért most már a piacokon, élelmiszerboltokban is megjelennek, mindenképpen érdemes fogyasztani, de természetesen a mások szó emlegetett savanyú káposzta, cékla, különböző olyan bioitalok, azok a déli gyümölcsfélék, a citrom, a narancs és társainak a fogyasztása ilyenkor is szintén nagyon ajánlott, de azzal együtt, hogy megnyúlnak most már a nappalok tulajdonképpen, nagyon fontos még a minél többet a szabadban eltölthető idő és a séta. Ezt nagyon sok szakértő hangsúlyozza, hogy ha nem is komoly, akár edzőtermekben eltöltött, és itt most elsődlegesen az esetleg saját otthonban kialakított kis edzőtermekre gondolunk, hiszen a járványveszély miatt az edzőtermek működése is korlátozott, de a legtöbb, amit tehetünk magunkért, az egy nagyon egyszerű dolog, minél jobban természetesen az időjárásnak megfelelően felöltözve, de egy jól eső séta. Említett, hogy melyek azok a szezonális zöldségek, gyümölcsök, amelyek most kaphatóak, és ilyenkor ildomos bevinni a szervezetünkbe, ez is erősítve az immunrendszerünket. Melyek azok a mondjuk talán így mesterséges ásványi anyagok, amelyek mesterségesen vannak előállítva, kevesebb található a természetes módon bevitt zöldségekben, gyümölcsökben, amelyeknek viszont ugyanolyan szüksége van, amelyekre a szervezetünknek szüksége van. Tehát melyek ezek, amiket patikákban, gyógyszertárakban, nyilván mint szakgyógyszerészt is kérdezem, érdemes magunkhoz venni, és nem csak a felnőttek, hanem a gyermekek esetében is. Valóban a gyógyszergyártók tulajdonképpen minden korcsoportra gondolnak. Nagyon sok olyan készítménnyel találkozhatunk, ugye, amíg a legapróbb gyerkőcöknek szánnak, aztán vannak úgynevezett ovi vitaminok, vagy iskolás vitaminok, ezek különösen kedvelt, általában gumicukor formában kerültek előállításra, és aztán a felnőtteknél is vannak most már kifejezetten férfi vitaminok, vannak női vitaminok, és a nőknél is tulajdonképpen akár vannak az 50 pluszos vitaminok, és így tovább. Tehát ezeknek a vitamin készítményeknek, a multivitamin készítményeknek az összeállításánál a gyártó valóban próbál, azt mondom, minden korcsoporthoz, minden élethelyzethez hozzáigazodni. Vannak kifejezetten stresszvitaminok, vannak olyan vitaminok, amelyekben például már sok éve jól ismert és közkedvelt például Q10 vitamin komplexel kiegészülnek.
Tehát nagyon széles a paletta. Én mindenkinek azt szoktam javasolni, hogy gondolja át a saját élethelyzetét, és ennek megfelelően kérjen segítséget a megfelelő vitamin készítménynek a kiválasztásában vannak. Tehát ezek a nagyon komplex összetett készítmények, de ismét szót kell ejtenünk azokról a készítményekről, amelyek úgynevezett monokomponensként állnak rendelkezésre, és az elmúlt időszakban, az elmúlt egy évben már nagyon sokat beszéltünk róla, a különböző C-vitamin készítmények, a D-vitamin, de nagyon fontosnak tartják például egy ritkánban használt elemnek, a cinknek a bevitelét, amelyet szintén nagyon jónak tartanak. Tehát tulajdonképpen nagyon széles a paletta. Elsődlegesen mindig azt szoktuk mondani, hogy a táplálkozással próbáljuk meg minél változatosabban, minél több mindent bejuttatni a szervezetünkbe, hiszen azért az élelmiszerekben nagyon sok vitamin természetes módon is megvan, de ezekkel az egyéb gyógyszertári készítményekkel érdemes még kiegészítenünk a védekező fegyvertárunkat, és tulajdonképpen, ahogy már az előző kérdésnél is, a szabad levegőn való tartózkodást, illetve a sétákat említettük, és hogy egyre nőnek a világosban eltölthető óhák számai, vagy hossza, egyre többször kukucskál ki a napocska a felhők mögül, és egyáltalán a D-vitamin feltöltségünk szempontjából a napnak pedig kiemelt jelentősége van. Úgyhogy ezért is biztatok mindenkit. Én megköszönöm, hogy elfogadtam meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt. Én is köszönöm, hogy itt lehettem, és nagyon jó egészséget kívánok mindenkinek.